Eljött az évnek az a napja, amikor a gyerekek és persze mindenki kedvence meglátogat minket mindenhol a Földön. Természetesen a Mikulásról beszélünk, azonban azt tudjátok, hogy mi az ő eredet története, pontosan honnan származik, hogyan is lett éppen ő a télapó, és esetleg, hogy vannak-e szuper képességei. Erről szól a mai videó, nézzük meg ezeket az animációkat, és a végére már mindent tudni fogunk a Mikulásról. Philip Templeman, stockholmi, díjnyertes animátornak és forgatókönyvírónak fogjuk tehát most megnézni a kisfilmjét, aminek a címe nem más, mint hogy The Real Santa, vagyis az igazi Santa. Közben ne kerüljelzít el a figyelmünket, iskola a különleges képessége rendelkező gyerekek számára, tudjátok, akár csak az X-Menben, és tényleg, mint az X-Menben volt ez a lézeres emberke, van, aki láthatatlan, és hátsó sor, nézd meg, még a kekszét is elvették, miért ilyen szomorú, és én megdob... Ő lesz biztosan akkora télapú, mert neki már gyerekként akkora szakála volt, és kinevették szegényt. Ott is nevetnek. Ja, és már ő már rosszul érzi magát, hogyha nevetnek, mert úgy érzi, hogy rajta nevetnek. És aha, inkább elhagyja, felkel inkább, és fogja magát, kimegy a vadonba, kimegy a hófötte tájakra. Egész szép kis helyen vagyunk mondjuk. Ha jól láttam, teli hold volt. És nézem, micsoda feeling, a zenék, a hangok. A lépésnek a hangja, a bot, ahogyan eltört. Zseni, még csillog a hó. Tényleg, úristen, de szép. Azért tudom amúgy csak ennyire nagyon megbecsülni mindezt, hogy tényleg hogyan csillog a fénynek a törése, az árnyékok, mert régen amúgy animátor akartam lenni egy időben. És a hangoktól lesz tényleg teljes, amúgy mindig ez a titok a hangokban van. És ott van Rudolf! Szia, Rudolf! Rudika, jól vagy? Mert világít az orra, ahogy láthatjátok. Azt nem magyarázzák meg, hogy miért, vagy azt lehet tudni, miért világít Rudolfnak az orra. És akkor... Ja igen, amikor lecsúszik, ugye alapból azért van rajta, hogy ne látszódjon, neki szakála van, akkor előugrik a hatalmas nagy szakál. Ugye ne felejtsük, ők gyerekek, tehát ő már gyerekkorában ez a szuper képessége, hogy ilyen szakállal meg bajusszal rendelkezik. Hol járunk most, várjatok? Valóban be akar menni, amiről tudjuk, hogy hol van, vagy hogy milyen? Ja is, látjátok? Így érkezik a kéményen keresztül. Kivéve az új házakban, ott már nem így van a kémény. Aha, de kicsoda? Ő itt valaki ilyen neki? Ezt nem lehet tudni. Valahova csak simán betört. Tudod, hogy a télapó szokta. És, ja, és akkor hozott neki ajándékot, odaadja neki. És örül neki. Milyen vicces, hogy még a két gyerek is, mind a ketten gyerekek, de látszik, hogy az egyik kisebb, ugye? És akkor megmutatja neki a fészert, hogy itt aludjon. Aha, ezért szökött el, hogy a bentről a suliból a bentlakásos iskolába, mert már nem bírta, hogy mindig bántják. Hopp, de várjál! Az volt ott a szánom, úgy most gondolkodok csak, hogy így jött létre akkor ez az összes minden. Itt megtalálta magát, a tükörben elfogadta magát szakállal. Várjál csak, ezt jól hallottam? Ez volt az első ho-ho-ho kisgyerekként, és akkor ez volt itt a szenteste, néhány évvel később, a bentlakásos iskola. Ó, neki meg a füle miatt bántják őt biztos, ő is ez szomorúnak tűnik, és megkapta az ajándékot. Ja, ez pedig azért egy ajándék, hogy merj különbözni a többiektől, merj önmagad lenni, és a teli holdnál pedig elrepül a télapó szárnyával, na jó. És nettó pedig boldog ünnepeket kíván. Na jó, hát ezt tetszik, ez tényleg tanulságos volt, szép volt az összes minden, az animációk, az ötletek, és nagyon tetszik ez a végén, hogy kinevetik, bántják, de ő akkor se lesz rossz, ő jó lesz, segíteni akar másoknak, ajándékot ad, és így alakult ki végül a télapó. Ez nagyon-nagyon tetszett. Na de most viszont tovább menjünk a következő filmünkre, amit nem más, mint Bárci Örs készített el, tehát most egy magyar filmet fogunk látni, kisfilmet, animációs filmet, ott volt a név Örs Bárci, Hey Dear néven lesz ez a kis animáció. Ugye megnéztük már a télapónak a történetét, most megnézzük akkor a rénszarvasnak, Rudolfnak a történetét, a mindennapjait, hogyan telnek tényleg ezek a hófötte tájakon a jó hideg téli napjai. Ó. Oh. Hát akkor ez ilyen egész napi lapátolás lesz. Ho, Csernobil, most robbant, gyerekek, fedezékbe! Igen, inkább bemegyünk, mert úgy látom az a zöld fény az, ami rosszat sejtett. Na, milyen kis otthonos, tessék. Szép, rend mindenhol, ég a tűz a kandallóban, könyvek, már úgy látom, hogy nem magyar nyelven. Én, hogyha magyar animátor lennék, biztos, hogy magyar nyelven rejtenék el könyveket a háttérbe, de valószínűleg ez most nem erről szól, hogy a magyarságunkat itt tükröztessük mindenhol. Aha, valami hangot lehet hallani. Na most mit fogsz csinálni? Vagy mi volt ez a zöld fény? Ez csak ilyen sarki fény volt, lehet, hogy csak én gondoltam túl a dolgot. Az előbb ugye bántották, azt hittem itt is lesz valamilyen ilyesmi dolog, de lehet ez most egy kicsit nyugodtabb lesz.
és már lehet is aludni. Egyik pillanatban másikra lekapcsolt a fény is. Nagyon szép egyébként ez az animáció is. Itt azt majd külön meg kell jegyeznem, hogy Örsnek, hogyha rákerestek a nevére, amúgy tényleg egy díjnyertes, többszörös elismert animátor, aki mostanában, hogyha jól láttam, inkább a fénytechnikával foglalkozik, és olyan hatalmas nagy címekben szerepel, meg olyan helyekre kérik fel, mint azt hiszem a Ubisoft adja ki a Witcher-t például. Ez lehet, hogy nem így van, de például a Witcher-nek a trailerét, a Ragnaröknek a trailerét, ezeket mind-mind ő is segít létrehozni. Ó, oh, itt közben földrengés volt az éjszaka, és arra kelt, hogy most megpakolhat, meg a szeme is, hogy csillagott. Na, ebből csak azt akarom kihozni, hogy egyébként rengeteg sok nagyon sikeres animátor és filmkészítő van Magyarországról, szóval ha esetleg valaki ezzel akar foglalkozni, akkor ne csüggedjetek, mert a magyarok is amúgy nagyon nagy sikereket érnek el ebben, úgyhogy ezt is csak ki akartam emelni. Gondolkodtam is, hogy megmutassam egy-két munkáját Örsnek, mert amúgy tényleg fantasztikus, hogy miket csinál, de valószínűleg az ilyen játék, meg a filmtrélerek azok nagyon-nagyon jogvédettek, ti is át tudtok keresni, maradjunk ennyiben, tudjátok, az eredeti videóknak mindig a leírásban vannak a linkjei, ezt most éppen egy olyan oldalon osztották meg, ahol direkt ezzel foglalkoznak, hogy minél több eléréseket kapjanak az ilyen kreátorok, úgyhogy ha akarjátok, akkor nézzetek még körbe itt ezen a YouTube csatornán. Úgy bírom, hogy mindig úgy tudja csak meginni, hogy belelóg mindene. De nem lett teljes, sehol nem lett probléma vele. Igen, havat lapátolunk, rendet rakunk ki, és már le volt kötözve, amúgy azt láttad, most tűnt csak fel. Hogy nem akarja, hogy megint minden, most mindent lekötözött, ugye, hogy ne repüljenek el. De miért van mindig probléma? A télapó felszállt a szárnyával, és akkor az elrepít, meg mindent tönkretesz? Ó, nézd meg, hát így aztán lehet aludni, hogy ezek a sarki fények. Azta. És akkor új nap, új reggel. Megint mindent ellapátolni, összegyűjteni, megragasztani, ami eltört, és megint mindent kikötni, ez a fejére fog esni. Tudtam, gyerekek, látjátok, animátor akartam lenni, néhány ötlet még az én tarsajomban is megmaradt. Aha, gyönyörű sarki fény, megint visszamegyünk, ha... Aha, most nem teszi bele az egész fejét, most már csak kinyalogatja belőle. Volt megint valami hang, mindig jelzi, hogy baj lesz. A szél felerősödik, ugye? Megint földrengés, az összes mindent kezdődik holnap is előről, hát nem igazán élvezném ezt az életet így amúgy. Abból állnak a napok, hogy az előző napnak a tönkrement dolgait javítsam, sose lehet előrébb haladni. Hogy tudta felépíteni akkor a házát amúgy? Na jó, mindegy, valószínűleg nem ezen kell gondolkodni, mindent elderugni, visszarakni, oké. Na most hogy lesz így hólapátolás? Lehet, hogy beleesett a kandallóba, azt elégett. És kézzel, akkor is megcsinálja. Látjátok, gyerekek, ezekből mindből tanulni lehet. A munkát el kell végezni. Még hogyha éppenséggel kézzel is kell. Legalább csinált egy hóangyalt, közben jól érzi magát. What? Az ott mi volt? Most már képzelek? Lehet, hogy meg fog fagyni, halálra fog fagyni, gyerekek, ez nem is egy szép animáció. Nem, amúgy csak poénkodok, nem akarok itt horror dolgokba belemenni. Ott a lapát legalább, tessék, az már megvan, fél siker. Ja, hogy ő a hógömbben él. És nem is tudta ezek szerint, mert hogy most meglepődött rajta, és akkor látja, hogy egy kislánynak a szobájában van, és így már nem is haragszik. Ó, de ez nagyon nagy fordulat volt a végén. Nem is tudta, hogy ez pontosan miért. Egyébként itt vannak tényleg, akik részt vettek ebben a feladatban, ezt elkészítsék, nagyon sokan dolgoznak egy ilyenen. Ha jól olvastam, akkor ez egy mesterszakos munka volt egyébként. Hát látszik azért, hogy ez nem fél perc alatt jött össze, ez egy sok-sok évnyi gyakorlás is. Mennyien dolgoztak mi rajta? Egy teljes évfolyam konkrétan. Úgyhogy akkor összeállt a kép, ezért kell neki mindig havat lapátolni, ezért repül el mindig minden, mert hogy a kisgyerek megrázza. Hogyha van otthon ilyen kis díszetek, akkor mindig erre gondoljatok, mikor ezt megrázzátok, hogy belül bizony repül minden, tányérok törnek, üvegek csörömpölnek, és aztán majd mindent lehet megint helyrehozni. Jó, hát nem pont az eredet története volt, nem tudtuk meg, hogy miért világít az orra, bár egyébként neki most éppen nem is világított, lehet nem Rudolf volt, csak az egyik rénszarvas, de most már akkor ezt is tudjuk. Így élnek ők abban a kis hógömbben. Ja, és amúgy csak ennyit azért így meg akarnék mutatni tényleg, hogy Bárci Örsnek mennyire komoly helyeken voltak már felkérései. A League of Legendsben is ő volt, aki csinált különböző fényelés technikákat, úgyhogy ha bárki animátor akar lenni, filmes akar lenni, ne add fel, Magyarországról is nagyon-nagyon sokan kikerültek már. Na deskacok, ezzel a mai videónak a végére is értünk. Remélem élveztétek ezt a kis aktuális, mikulásos, karácsonyi ünnepi kis hangulatot. Ahogy említettem is, ezek az ilyen kis filmek nekem nagyon-nagyon közel állnak amúgy a szívemhez. Régen, hogy tényleg én is ilyen el akartam foglalkozni.
foglalkozni. Sok éven keresztül én gyakorolgattam is, bár persze azért nem ilyen 3D modellekkel, hanem inkább csak az alapokkal, nyilván kiindulva az ilyen pálcika figurás animátoroktól. De szóval, ja, ezek nekem nagyon-nagyon tetszenek, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, úgyhogy mindenképp csapatok egy hatalmasan ákat, hogy élveztétek, és ugye szeretnétek még akár további animációkat, vagy éppen akár kifejezetten karácsonyi animációkat. Úgyhogy jöhetnek kommentben a vélemények, mit gondoltok ezekről a fajta animációs témákról, akár erről a két animációról, melyik tetszett jobban, esetleg ti magatok is foglalkoztok a témával, gyertek a hozzászólásba, és beszélgessünk egy jót. Én most megköszöntek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjatok be ezt a kis csengőt is, ezt már elmondtam egy milliószor. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog Mikulás szeretnék kívánni, remélem mindenki azt kapta, amit szeretett volna, mindenki ez elment a télapul, már kaptatok csokit, mogyorót, mandarin, mindent, és persze még egyszer kiemelném, leírásban mindig ott vannak az eredeti videóknak is a linkjei, nézzétek meg azokat is, meg persze még sok másikat is, amik ezeken a csatornákon vannak. Na de holnap ismét találkozunk, gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!